A megváltó patikát a Sperlák család vezette még az 1870-es évektől. Ez volt a város történelmének második gyógyszertára. Sperlák József a Felvidékről költözött Aszódra, majd 60-ba, patikusként a város egyik központi alakjává vált. A gyógyszertár az Ady Endre könyvtár helyén állt, és a múzeum elődjének is tekinthető, hiszen a család egyik tagja régészeti magángyűjteményéből két szobát rendezett be. Ezek a leletek később a Magyar Nemzeti Múzeumba kerültek. A család történetét bemutató anyagot Kócián Zoltán, Sperlák József leszármazottja hozta el az Ady Endre könyvtárba, aki édesapja családfakutatását folytatva jutott el 60-ba, és Pataki Katalinnal, a Hatfőn Lajos Múzeum múzeológusával közösen állították össze a kiállítás anyagát. Sperlák Géza dédapám emlékiratokat írt, ő amúgy kúriai bíró volt, tehát ilyen városi bíróság elnökének mondanák ma, ő Zalaegerszegen volt, tehát egy művelt ember volt. Nagy része azoknak az információknak, amik nekem megvannak, illetve apámnak megvoltak, tőle is származott. Ezen kívül a családnak több tagja foglalkozott azzal, hogy ezeket az adatokat összegyűjtse, illetve összeállítsa a családfát, főleg az 1930-as években, amikor ez divat lett, úgymond nemesi ősöket találni. Tehát akkor megindult ez az én családomban is, mind a Kócianágról, mind a Sperlágágról, és egészen az 1600-as évekig visszavezették a családfát. A kiállítással a család két tagja előtt tisztelegnek, hiszen Kócián Zoltán édesapja ebben az évben töltené be a 70. életévét, és Sperlák József, a megváltó patika egykori vezetője, 120 éve hunyt el. A megnyitón Varga Zsuzsanna olvasott fel egy részletet Sperlák Géza emlékirataiból. Kim Jelin pedig csodálatos zongorajátékával kápráztatta el a közönséget. A kiállítás május 31-ig látogatható.